mindenféle módon dolgoztam, hogy irodába, csoportba, férjemmel, külön. Minden ki lett próbálva. Adódott egy pár igen szép munka. Jó volt, mert tulajdonképpen minden műfajba az ember mint egy színész élte bele magát. Amíg eljut az ember az ideától a megvalósulásig, az egy érdekes folyamat. A legelső ötletelést szerettem a legjobban, amikor kialakul a dolog, és a végét. A közte a csavaroknak a megrajzolásáért nem voltam oda. Szóval mindenben inkább így ezt a karakterességét, meg a lényegét próbáltam nyakon csípni. Hogyha szellemi értelemben egy környezet hogy hat az emberre, és hogy az mi, azt Cocteau szépen fogalmazta meg, hogy az interiőr a lélek ruhája. Legalapvetőbb benne valami belső arányérzék, belső szépség, valami belső értékrend, amit valószínűleg otthonról hozhatott, megörökölt. Nem sokat tudok a családjáról, a szüleiről, de tudom, hogy nagyon komoly családból jött. Például emiatt volt kicsit negatív megítélése a főiskolai, egyetemi és főiskolai felvételiken és a továbbtanulásnál is. De hogy ez a fajta értékvilág, ez tükröződött a személyiségében, az alkotáshoz, a munkához való viszonyában. Szerintem ez volt a legfontosabb, és ez az alap, ez az emberi vagy lelki alap. Nagyon meg vagyok elégedve a családommal, és hogyha választanom lehetett volna, bár valószínű, hogy választottam őket. Nagyon szép emberek voltak, nagyon érdekes emberek voltak, sokfélék. Anyám, mint egy Karádi Katalin, körülbelül még annál szebb is volt talán. Apám berepülőpilóta, és hát nagyon bátor, nagyon vonzó ember volt, a beosztottjai nagyon szerették, és hát 45 után a bátorságát a kártyázásba élte ki, merészségét, és hát egy ilyen orosz bányánál dolgozott Iszka-Szentgyörgyön. Hát nagyanyám is egy nagyon nagy figura volt, aki 3 férjet emésztett el, és hát egy kifejezett úri nő volt, aki aztán 45 után albérletben fölöttünk lakott egy emelettel följebb, és minden délelőtt lejött kávézni hozzánk, és mindig fájt a feje, és hát migrénpirinek hívtuk. Szóval társbérletben laktunk itt 45 után heten, 2 kutya, és a 2 testvér, ami nem biztos, hogy a legszerencsésebb, közös konyha, az étkező asztal fölött lógott a fregoli és róla a lepedők, de mindenki nagyon imádott ott összetömörödni.